Pár napja még havazott, a hosszú távú előrejelzések szerint viszont itt a tavasz. Egyre többen keresik fel a gumis műhelyeket, hogy átcseréltessék téli abroncsaikat nyárira. A szakemberek azt mondják, azok, akik városon belül közlekednek többet, ezt már most is nyugodtan megtehetik. Azoknak azonban, akik nagyobb távon autóznak, érdemes még pár napot várniuk a cserével. Teljesen más keverék és másra van kitalálva a két abroncs. A téli gumi az 7 Celsius fok alatt működik, olyan keverékkel van megtervezve, ami 7 Celsius fölött jobban is kopik, nem olyan a tapadása, sokkal hosszabb bele a fékút, még a nyári gumi az ugye ez a száraz útra, illetve nedves útra, de magasabb hőmérsékletekre van tervezve. Egyik sem jobb a másikra, szóval azt sem mondhatjuk, hogy a télen jobb nyári gumit használni, vagy nyáron jobb téli gumit használni. Vannak 4 évszakos abroncsok is, de azokat inkább azoknak javasoljuk, akik kevesebbet használják az autójukat. A lényeg, hogy mindig az autó használatához igazodva, és az évszaknak megfelelő abroncsal induljunk útnak. A melegebb időszakban téli gumit használni ugyanis legalább olyan veszélyes, mintha télen nyári gumikkal közlekednénk, hangsúlyozzák a szakemberek. Ezek a téli gumik 10-15 fok környékén elkezdenek nyúlóssá válni, és mondjuk egy fékút az több méterrel is megcsúszhat egy ilyen gumival, illetve a kanyarokban is jóval nyúlósabb lehet ez az abroncs. A gumis műhelyekben a következő héttől várható a nagy roham, ezért fontos, hogy a cserélési szándék előtt pár nappal már érdemes bejelentkezni.